Az újonc Szeged látogatott Gyirmótra alapdorúgó NB2 8. fordulójában. A hazaiak 13 ponttal a második erről várták a találkozót, míg a Szeged 7 forduló alatt 11 pontot gyűjtött, ez a 6. pozíciót jelentette az alföldi csapatnak. Vendéggyőzelem esetén a szegediek akár a dobogóra is felléphettek volna. Nem illetődtek meg a kék-feketében játszó vendégek. Ők kezdeményeztek, a mérkőzés elején több lehetőséget dolgoztak ki. Mészáros beadását nem sikerült úgy kapura tenni, hogy az veszélyes legyen. Balról jött a következő beívelés is, Germán fejese azonban jócskán a kapu mellé ment. Ébredezett a Gyirmót és a beívelésekkel próbálkozott a hazai csapat, de a szegedi védők résen voltak. A szokásos bal oldalon indult a következő szegedi támadás is. Zelenyánszki adott be, de Germán bólintása nem okozott gondot Somogyinak. A 26. percben a középpályán szerzett labdát a hazai csapat. Magasföldi fejelte tovább a labdát Andorkának, aki jól vette észre a jobb szélről befelé húzó cserit. A gyirmóti középpályás remek ütemben kapta a labdát és 6 méterről a bal alsóba passzolt. A vendégek kapusának esélye sem volt. Gyors támadás végén szerezte meg a vezetést a sárgamezes Gyirmót. Andorka a gólpassz után gólt is lőhetett volna, de túl sokat várt, így próbálkozása elakadt egy szegedi védőben. A 33. percben egy szabadrúgás után Grassl ütközött Markovicsra 16-oson belül, de a játékvezető sípja néma maradt. Egy perccel az első félidő vége előtt Illés beadását Andorka csúsztatta fölé, így 1-0-ás hazai vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok. A második játékrészben cseri esett el a kifutó Belecsán miatt, de a játékvezető itt is továbbot intett. Az 59. percben egy kis szabadrúgás fogott maga biztosan a vendégkapus. A félidő két legnagyobb helyzete a csereként beállt Oros előtt adódott. A gyirmóti támadó centikkel csúsztatott a jobb alsó sarok mellé. A 79. percben ismét próbálkozott, ekkor a kapufa segítette ki a vendégeket, nem volt szerencséje a hazaiak 9-esének. Magasföldi is gólt követett volna, de a 10 méteres lövését Belecsán lábbal védte. A kapus, amit lehetett, védett a meccsen, ilyen volt Kákonyi gyenge lövése is. Amikor pedig már ő is verve volt, akkor jött a kapufa. Magasföldi szabadrúgását földbe gyökerezett lábbal nézte végig a szegedi hálóőr, de végül a felső léc hárított. A vendégek jól kezdték a mérkőzést, de aztán a Gyirmót magához ragadta a kezdeményezést. Cseri gólja 3 pontot ért a hazaiaknak, akik ennek és a Vasas vereségének köszönhetően már vezetik a másodosztályú bajnokságot. A Szeged vereségével visszacsúszott a tabella a 8. helyére. A következő fordulóban az alföldi csapat a 2. helyen álló Vasast fogadja, míg a Gyirmót Soroksáron vizitál.